Megvárjuk, amíg a megfelelő hőfokú parázs lesz, és arra veszünk rá. Addig beiszol. Mi lehet sörtés? Lassan 14. Bocsináltam az elején részből, hogy az nem annyira kicsit, hogy nagyon-nagyon részre. És tudom számítani, van egy rémelem, azt a nincs helyen, a szomógép, és abból csiszolom, de ezeket leszállod. De én azt mondom, hogy az ezeket adnám. Ja, a rablóvágó, most már az a rablóvágó? Bocsánat, jó, mi volt? Nem. Találkoztam? Nem? Majd fogom. Jó. Mondjad. Nyugodtan. Csak. Túrázni ezen. Nem akarok. Milyen?
vagy hogyha kisebbet is, komolyabbat szépen. Jól nézett ki, hogy megrajzolva, de... Aha. Nem minden egy anyagba komfortul, de ha kisebb keze van, akkor... Hát amit mondtam, akkor... Milyen nagyobb? Akkor meg... Igen. Ott maradhatok a hozzá, már itt nem sütlen, ezt ne tudok ide jönni. Ja, jó. Nem látom. Igen. Azok a piros nyelők tetszenek, általános konyhai használatra. Ezek nem? Milyen penge formára, hogy melyik? Ne fajta tájba. Ha nem? Tényleg az. Nagyon szép. Igen. Az a teljesen egyenes, és akkor a helyes. Nagyon. Ez az új? Kisebb kés. És ez nagyon jó, az tényleg sok minden kibír, mert az olajt tartal. Lehet, hogy egy ilyet elviszett neki. Igen. Piros. Az egyszerű fanyér. Igen. Hát, ő egy ilyen általános tolajba. Néha lenged is farasztolajja. Tudod, amit az ablaga, vettem elő azt a fázat. Ő pedig zebrán, mint a ház. Ennyire. Ez a bős. Ez a hara egyetség. Meg azt, hogy nem értek a konyhai dolgokat. Ez nem érdekes. Bármelyiket. Kettőre mondom, de amit nem kérdezték meg. Te mennyiért? Ezért. Akkor adjad el. Nem, mint mikor. Nem, már ilyen nem nincs is. Hát szóljál az adjuk ott. Adok, ha kell. Laci, hallod? Szóljál. Egyik évben a folyáknak adtunk a csókot. Uff! Ez a kettőt? Gibt's noch? Zwei Stücke? Und diese? Üssen Sie noch ein? Még kettő? Egy moment. Pillanat. Nem hiszem, hogy lesz. Istenem, lesz egy még kettő. Támadja a törököt.
Mindjárt megnézem, jó? Jó. Nem, van még. Ott is van. Itt is van kettő, három. Abból van négy. Nem jó? Na, nem én mit volt sem. Ez is... Ellátó vagyok. Jó napot kívánok. Egy Szerintem igen jól jártam vele. Szerintem ezzel jól jártam hét mondjért. Az biztos. És megvan a cserpje is. Itt a hegyénél van egy pici-pici kis csorbaság, de hát ezt majd... Ki volt az a balfék, aki aludta a szétén? Nagypapa hagyatékot árult a kínlomis piacon. Max, majd bekötjük. Na most azért... Segített meg feszolnak! Hát igen, nem érted hozzá. Jó. Bele csattint. Én is körbenézek, szia! Igen. Hát ezt szerintem igen jól sikerült. Ezt addig visszaadom, jó? Hát igen. Megfecsülj! Árultak még egy pár dolgot egyébként. Nem volt ott érdekel. Volt egy nagyon szép a gyártóját. Meg egy szép szalonnázók is volt nagyon. Tehát látszik, hogy kijöttek az a nagypapa minden cikkával, és akkor ilyen tárolgattak. Nem volt szívem ott hagyni. Hát azt nekem az a helyzet, hogy ez a bicska, ez egy éves körülbelül. Tavaly augusztus év meg. Aztán. Még egyet dörrendenek, és kis... Hát valóban nem találok. Jó, hogy... Itt van. Szerintem ez a csak. Járj a kezem! Ezt visszaadom. Ne lopd el a kezem. Hát az van, hogy... Köszönöm szépen. Nézd, becsukódik. Van egy kis levegő a rugó és a tenge közt. De itt nem szabad elengedni. Nézd, légy, ő becsöntek. Nem cipelem magamnak. És én azért... Látszik a rugó is. Jó, és akkor belevágott. De látszott egy kicsit a fény. És fentem ki belőle, egy icipici még maradt. De ennél jobban már nem akarom koptani. Nem, azt majd én szépen megcsináltatom. Hát annyit ezt így... Láttam kirakom, valami nem tudom. Mentem egy kört, ezt elhozom, tehát ez biztos nem tudom. Igen. Apa. Gondoltam. Hogy ez a fajták voltak, vagy volt másik? Hát ezek a fajták voltak. Ez... Hallgass már! És ugye ezzel a színeszállítással gondoltam. Tehát ugye alapvetően, most ez a rendelem sem jön össze máshogy. A... Citrom tisztító pasztára szükség lesz. Ez a kendő is jó amúgy.
ebből is van valami deriva. Csak már ez. Megadta magát. Kapott egy keveset? Kipárolod belőle. Ebből teljesen elképzelhetetlen, hogy jobb kezes lesz a jövőben valamikor. Nem tudom, még maradt egy szíriát betette munkába. Sokan nem is ismerik, hogy mire jó. Hát én ismerem, és piszok nehéz beszerezni. Úgyhogy... Végkészen mond még egy pár. A budai várba leszek, akkor nem tudom, hogy amit van még, azt megcsinálok. Mikor szokott? Mesterségi ünnepen. Jó, az nagyon szuper lenne. De ha rám csörög, én meg tudom mondani, hogy van jobb kezesem, vagy nem kell is tudom postálni, akkor esetleg. Jó. És ön ezt hogy hívja, mert én csak az angol nevét tudom. De... Ez ilyen lóas, mit tudom én, lókörül. Ne, csak hogy tudni fogjuk, hogy miről van mi, szó. De mi a nevé? Angolul Crooked Knife-nak hívják. Ezt valamikor valaki rajz után tett tőlem. Aha. És akkor ennyi. Aztán maradtak meg, mert meg volt hajlítva minden, aztán úgy... Még azt sem tudtam tulajdonképpen, hogy lovas embereknek vagy mit tennek veszik. Ha, igen, meg Kanadába. Valós, nagyon szinte ugyanez a forma, és Kenut csináltak vele például. Mit tudom, hogy mondom, fogalom nem volt, hogy mire kell ennek, azt kellett, de tudtam, hogy volt jobbos, balos van, nem. Aztán egy balos megmaradt egy csomó. Én már egy évek. Ma minden vasak lesz. Igen, igen. Pajzsot akarok, keresztes pajzsot akarok. Fogadni valamilyen. Spekulálhatok már tovább. Körbe egy kicsit leköszönöm, hogy legyen egy lépcső benne, és akkor egy bőrlappal lappal. Úgy, valahogy ahol. Mint a tükörbe, ez csavar, ez csak úgy van, de általában úgy szokom, hogyha apróbb kis csavarokkal fogatom a bőrre, aztán meg egy takaróbőrt teszek rá, aztán rakom ezt. Csak itt nem pattan el ezekkel a csavarokkal? Nem. Mert elég közel is van a széléhez. Minden jól indultam ám, hogy most nincsenek ilyen anyagokat árusítani. A faruk akarok nézni, hogy... Cseh gyerek? Mi sipak? Igen. De van egy nagyon beszélő embere is. Sipak, ugye? Szépek, nagyon szépek a kés egyedül. Maszlav, itt van. Szépek. Hát én is akartam tőle valamit, mit akartam tőle? Amiben itt van most gondolom. Én nem tudom, hogy csinálj. Három, hogy a napot, hogy mint ahogy innen. Igen, tudom. Folyamatosan. Olyan barna, igen, láttam. Ha jött be már, rajta, mondom, hogy azt mondom, te nézd meg. Egyébként a Tisza is olyan volt, magas és sárga, és a Duna is. Köszönöm.
azért csak a jelent, olyan egy vagy ez azt jelenti, hogy mindenütt esett annyi eső. Bibi, hogy nem biztos, hogy engem próbálkozunk vele. Szép darab szalonázó. Nem tudnám kinyitni. Annyira erős a hóbella. Ez az, ami még nekem viszonylag finoman jár, de... Te ezt tudnád esetleg tudni? Elég tudni. Csak ezt meg a kezedre csukod. Várom már nagyon, de nem tudom, ami letiltott, nem tudom, a fírelét vágta le, de csak a fírelét. Ez a baj, villanyszerűség nem értek. Van elég amper a házban. Hát hogyne, 16 amper van, 6-ot lesz fel ez a szar, hát... Ja, igen. Akkor nem tudom. Ugye 4, egy 3 fázis lenne. Érdemes volt reklámozni. Érdemes volt. És most jött az Anti, hogy te ugye nem felejtetted el. Úgy pont most járok fejre, mondom, Jézusom, tényleg beírtam a telefonomba, csak később időpontra. Hát mondtam, hogy 25. Ja, nem úgy, később, hanem óra. Ja? Tehát időpontra, tehát 3 óra írtam be. Hát akkor... Hát. Ez mennyi volt? Köszönöm szépen. 9 óra. Na jó, akkor egy könyvet azt kérnénk szépen. 90 ezer? Mondjuk. Többért nem lehet. De. Kérhetünk egy kis szatyrot neki, hogy nem. Sok kizzet kézzel. Sajnos nem tudok adni. Nincs. Nincs. Ugye ez egy pici. Megkezdem. Felakta a képen. Ebből a könyvből csak ilyen 3-4 darabot hoztam. Nem is így eladásra, hanem csak ha valaki érdekel. Hol azok? Hát kérdezem, hogy ez mennyi? 36-ok vagy.
miből van? 100 cigaret material. Alapul ki egy. És az egy nagyon menő ez a betétes csavar. Nagyon jól néz ki. Én az úgy volt, hogy az a, azt a korvicsát azt úgy csináltatok, hogy modellik szeges lesz. Aha. Csak az ilyen túlcsicsonyat van. Igen, igen, ez itt vezetje. De úgy néztem, és elmondanám, az emberek ez a dolgokhoz. Eddig fehéret akartam beletenni, de azt el se tetszett benne. Ez így jobb. Igen, igen, hogy megfogta a... Igen, már akartam kérdezni. Mikor te? Igen. Valószínű az volt, igen. Ez olyan területen kaszálok most, ami nem az enyém, és van egy-két meglepetés a filmben. A vakon túlból lefejezve a hangyabolyok azok rendszeresen vannak azért olyan földre sajátenben.